Sziasztok, Görbepalko vagyok, és üdvözlök mindenkit a Golden Boy YouTube csatornáján. A mai videónkban ezt az incsiklandozó és szaftos burgonyás lazányét fogjuk elkészíteni, amely mindössze 40 perc alatt elkészül. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogyan? Nézzetek meg a videót! Amit látjátok, én már kipakoltam az összes hozzávalót, ami nekünk kell, természetesen kelleni fog hozzá. Darált hús, fűszerek, burgonya, az elmaradhatatlan. Kikészítettem már oda a lazánya tésztát, egy kis tejszínt a besamelhez, és lássunk is neki. Az első, amit fogok itt tenni, az az, hogy a húst beleteszem a serpenyőbe, ahol én már oda készítettem az olajat, és ezen ezt le fogom most pirítani. Addig a vörös hagymát felkockázom. Bekészítettem tehát a bolognai alapunkat. Ez most itt nekünk közepes lángon szépen megpárolódik, és összepuhul az összes zöldség, illetve a hús is kiengedi magából az összes zsírt, ami benne van. Addig előkészítem a besamelt, amihez szükségünk lesz körülbelül olyan 3 evőkanál lisztre, egy kevés szerecsendióra, illetve 900 ml tejszínre, amit én itt össze fogok majd melegíteni. Annyi, hogy az elején még itt csomómentesre keverem, hogy biztosan ne legyenek benne lisztbuborékok, amikor elkészül a mártásunk. Amint kevertünk belőle egy ilyen jó, sűrű lisztes krémet, hozzáadok még egy kis sót. Szépen lassan hozzáadagolom a többi tejszínt. És hogyha csomómentesre kevertük az egészet, akkor ezt is felforraljuk és besűrítjük. Ennek nem kell egyébként olyan nagyon sűrű pudingállagúnak lennie, egy lágy főzött krémállagot kell elérnünk, hiszen ugye ebben fog majd a tészta megfőni a sütés során, és ettől lesz olyan jó, szaftos a végeredmény. Persze, amíg főzzük, folyamatosan kevergessük, hiszen ez nagyon gyorsan odakap. Viszonylag gyorsan elkészül egyébként ez a bechamel szósz, így ez most itt pihen, amíg én elkészítem a bolognait a lazányéhoz. Időközben már itt nekünk összepárolódott a hús és a zöldségek, ehhez szükségünk lesz paradicsompasztára, illetve hozzá fogok még tenni néhány friss bazsalikomlevelet. Az egészet igyekszek homogénre keverni. Mivel ez itt most még nekünk elég sűrű, ezért én hozzáöntök egy kis vizet. Ha szétkevertük a paradicsompasztát és teljesen elkevertük, akkor ezt is zárjuk el, hiszen itt ezt nem kell tovább főznünk, mert majd a sütőben megsül. Megvagyunk tehát a szósszal, elkészült a bechamel mártásunk. Én közben ide készítettem ugye már nekünk a friss tésztát, amit bele fogok tenni, illetve kiválasztottuk a tepsit is, amiben majd készülni fog. Már csak egy dolgunk van hátra, hogy feldaraboljuk a burgonyát, ami ugye a szaftosságát fogja adni ennek az egész ételnek. Ezt az imént főztem, a Goldenburg főzni való burgonya kerül bele természetesen, amit most feldarabolunk, mintha a rakott krumplit készítenénk. Amint megvagyunk a burgonyának a darabolásával, mint látjátok, én a háttérben már előmelegítettem a sütőt, kezdjük el összeállítani ezt az egészet, hiszen még sülnie kell legalább egy fél órát. Közben a bechamel mártásunk az hűlt egy kicsit, illetve tökéletes állagúra sűrűsödött. Ebből fogok egy kicsit önteni a tepsinknek az aljába, hogy ugye az alsó réteg tésztánk is megsüljön. Erre jöhet egy réteg burgonya. A burgonya rétegre most jön egy adag hús. Ha a hússal megvagyunk, ismét egy adag tészta, erre megy burgonya. Ha kész vagyunk a második résszel is, akkor már ügyesebben bánhatunk a hússal, hiszen, mint látjátok, nekünk majdnem tele lett a tepsink, úgyhogy ezt én most el fogom benne oszlatni az egészet egyenletesen.
Ha rajta van az utolsó adag hús is, akkor jön egy adag tészta, és az egészet nyakon öntjük egy adag besamellel. Ha tele van a tepsink, és látjátok, mindenhol beborítja a besamel, arra figyeljetek, hogy a tetején a tésztát beborítsa, különben, hogyha nem mindenhol egyenletesen fedi, akkor ez itt csak simán megkeményedik. A tetejére ilyenkor még rakhattok egyébként sajtot, ha szeretnétek, de szerintem ez már így is egy elég extra verzió. Mehet a sütőbe a 180 fokra előmelegített alsó-felső sütés programra, ahol addig sütjük, amíg a teteje meg nem pirosodik. Elkészült tehát a burgonyás lazanyánk. Annyira sajnálom, hogy ti nem érzitek az illatokat így a videókon keresztül, hiszen ennek most szuper illata lett, mert összeért nekünk most a besamel, illetve a paradicsomos szósz, aminek nagyon jó illata lett így a végeredményeképpen. Nagyon szépen megsült a tetején a besamel, mint látjátok, sajt nélkül is nagyon szép színe lett. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek az e heti videónkat, és a jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok!